Hát a Dózsa meccsek kapcsolatban az az igazság, hogy a régiekre szívesebben emlékszem, mert az a nap, amikor elkövetkezett ünnep volt, mind a két csapat részére, és ugyanúgy a szurkolók részére is. És ha visszagondolunk, a Népstadionban játszottunk sokszor 80 ezer ember előtt. Volt mérges hangulat, de az a méreg nem olyan volt, mint élet. Most én úgy érzem, hogy nem ellenfelek vagyunk, már a pályán kívül is, hanem ellenségek is, ez nem jó. Ez a mérkőzés rovására fog menni, hogyha mindenki idegesen megy ki a pályára, tehát reméljük, hogy azért nem lesz olyan nagy dolog. Hát régre visszaemlékezni, hát erre nagyon szívesen emlékszem. Tátumot nem mondok, mert nem akarok butaságot mondani, de volt olyan Dózsa meccs, hogy 3-0-ra győztünk a Népstadionban. Én is rúgtam véletlenül egy gólt, hogy szívesen emlékszem. Aztán volt egy olyan mérkőzés, még mint zöldfülű kezdő, Dózsa a Népstadionban játszottunk, és Tátvai Sanyi bácsi volt az edzőnk, és az volt a feladatom, hogy a Szusza Feri bácsit fogom. Nekem kell semlegesíteni. Hát tudni kell, hogy a Feri bácsi nagyon jó futballista volt. És hát mondom, de hát hogy? Hát ahova megy, oda követed. Mindenhova? Igen, mindenhova. Kimegy vécére, viszed a WC papírt. Na, a lényeg az volt, hogy aztán a meccsen tényleg ragadtam rá, mint a pióca. Aztán az első félidő közepén Ferivel megunta, oda ment a kispadra, azt mondja, mesterem, mit csinálja? Ez az izé mindig jön, mondott egy jelzőt, az izé mindig jön utánam. Azt mondja az edző, hogy igen, hát fussál többet, hát ennél többet már nem lehet. De a lényeg az, hogy aztán még egy óra kikaptunk, és a Feri bácsi szabadrugásba rúgta azt a gólt, amivel a Dózsa győzött. Aztán volt olyan mérkőzés, hogy három mérkőzésen sok-sok gólt rúgtunk, aztán volt olyan bajnokság, amikor a Dózsa, szívesen emlékszem erre, több mint 100 gólt rúgott a Dózsa csatársora, a Fazekas, Göröcs, Bene, Dunai, Zámbó, nagyon jó csatársor volt. Mi is rúgtunk, nem 100 fölött, de viszont mi nyertük meg a bajnokságot, és ez nagyon nagy öröm volt. Barátságosak voltunk, barátok voltunk. A pályán ott aztán elnézést volt, amikor egy kicsit, hát hogy mondjam, köpködtünk is. Aztán szittük egymást meg, mert vége volt a mesnek, mint ami se történt volna. Szóval nem visszük magunkkal ezt. Csak úgy lehet jó hangulatban mérkőzést játszani, mérkőzést nézni, hogyha a barátság azért megvan. Valahogy úgy vagyunk, hogy a szurkolók is, hát szeretnének minél jobb csapatot látni és mindenkit megverni, de hát ahogy milyen az élet lett most, hogy nagy-nagy csereberék vannak, hát nálunk nem úgy sikerültek a csereberék, és ezért kicsit most gyengébb a csapatunk, ezért gyengébben is szerepelünk, de bízunk benne, hogy ez meg fog oldani, és a jövőbe, már nem jövőbe, hanem szombaton már győzelemmel fogunk ünnepelni, és elmegyünk arról a veszélyes helyről, ahol jelen pillanatban a Ferencváros is van.